És tisztelt képviselő úr, tényleg ez eddig a címhosszúság rekorder interpelláció az eddigi tapasztalatomban. A járványügyi gyermekbérnyomás tűrelőjének állapota eltérő súlyosságú, vannak közöttük tartós légzésbénultak, és vannak, akik enyhébb fokú tünetekkel élnek. Ami a legrosszabb állapotban lévő tartós légzésbénult páciensek ellátásának a többlet költségeit illeti, tájékoztatom, hogy a Szent János Kórházban és az Észak-Budai Egyesített Kórházban fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásban részesülő tartós lélegeztetésre szoruló betegek után az OEP az e-alap terhére havi rendszerességgel többletpénzt fizet ki a normál finanszírozáson felül. Továbbá szintén az e-alapból kerül kifizetése havi díjazás több tartós légzésbénult otthoni lélegeztetésére is, amely finanszírozása 20-min vagyunk alapítványon keresztül történik. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy olyan esetben is mi vállaljuk a többletadminisztráció vagy a beavatkozás terheit, amikor esetleg önhibájából vagy a család hibájából kerül nehéz helyzetbe az ellátott erre. Tudnék példát mondani a személyes vezetői tapasztalatomból. Az alapítvány működésének célja a gyermekbénulás járvány következtében megbetegedett, folyamatosan vastidővel lélegző részben kórházban, részben pedig az otthonukban élők életfeltételeinek a megkönnyítése. Minisztériumunk saját költségvetéséből is hozzájárul egyes tartós légzésbénult betegek gondozásának többletfinanszírozásához, egyrészt az említett alapítványon, másrészt pedig az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézeten keresztül. A posztpóliószindróma rehabilitációjának lehetőségeivel kapcsolatosan a következőkről szeretném tájékoztatni. A betegség, amelyet más néven helynemedi betegségként nevezünk, késői következménye az úgynevezett posztpóliószindróma. A helynemedi betegség Magyarországon a védőoltási programnak köszönhetően a 60-as évekre megszűnt. A mozgáskárosodottak integrálódtak a társadalomba és munkát vállaltak. A mozgásukban károsodott betegek ellátását az orrin kívül a megyei rehabilitációs osztályokon végzik. A gyógyfürdőhálózat a mozgáskárosodott betegek ellátásában szintén részt vállalt. Mint ahogy azt ön is ismert, említette, a posztpóliószindrómás betegek nevesített ellátása a Honvéd Kórház Állami Egészségügyi Központ hévízi részlegén történik. A 3,8-es szorzói mozgásszervi rehabilitációs részleg jelenleg 12 ágyjal működik, ahol évente körülbelül 120-144 beteget látnak el. A betegek számának várható emelkedése miatt az orri vegyes profilú rehabilitációs osztály 2006-tól szintén szakosodott a posztpóliós betegek ellátására. Szakmai szempontból a posztpóliós betegek elkülönítése nem szükséges a többi mozgáskorlátozott betegtől, a rehabilitációs ellátórendszer képes ellátni valamennyi beteget. A rehabilitációs fekvőbeteg kapacitások elégségesek a mozgáskárosodott betegek ellátására. Megjegyzem továbbá azt is, hogy Magyarországon a tárgyi és személyi feltételek is adottak az ilyen betegek ellátására. A szociális igazgatásra és szociális ellátásokról szóló törvényben nevesített alapszolgáltatások és szakellátások nem differenciáltak fogyatékossági csoportok alapján, amikor az önálló életvitel támogatása egésznapos gondoskodás mellett tud csak működni, hogy az intézményi ellátások hagyományos formái mellett az elmúlt 10 évben erére kapó lakóotthoni intézményi szolgáltatások adtak megfelelő ellátást. A hosszú távú stratégia célja a lakókörnyezetben integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő és az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer irányába történő elmozdulás. Az eddigi intézményi ellátás keretében élő fogyatékos személy és a saját családjában élő fogyatékos személy részére nyújtott szociális szolgáltatások egységessé válnak, és ezzel biztosítjuk minden fogyatékos személy számára a társadalmi integrációt. Köszönöm a figyelmüket, és kérem a válasz elfogadását. Kérdezem, képviselő urat, elfogadja a választ. Tisztelt államtitkár úr, bizonyos fokig örömmel adok kifejezést, amiatt, hogy a bármilyen okból mozgássérültek, így a helynemedénes okból mozgássérült embereknek a problémájával önök foglalkoznak és foglalkoztak. Kétségtelen tény, hogy 2000-ben, amikor ezt a utókezelést létrehozták Hévízen, ez a Fidesz kormány idején volt, ezt el kell ismerni, akkor hozták létre ezt a részleget. Érzéseim szerint azok a szervezetek és civil szervezetek, helynemedések is többek között, azért attól félnek leginkább, hogy a családi körülményeik közül, szüleik elhalálozása és egyebek folytán az ellátásukra nem igazán látnak reményt.
ami ön említette ugyan, hogy a szociális törvényben erre vannak lépések, intézkedések. Én azt hiszem, hogy fel kellene mérni a tényleges igényt, és ennek megfelelően kellene ezeket a betegeket megnyugtatni, úgyhogy előlegezett bizalommal el tudom fogadni a válaszát az interpellációnak. Képviselő úr, a választ elfogadta. Tisztelt Ház, Ékes József, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez a kormány teljesíti vállalását címmel. Képviselő úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr. Kolontári katasztrófa bekövetkezte után interpelláltam miniszter úrhoz, és a miniszter úri válaszban az hangzott el, hogy fedél nélkül senki nem maradhat. Időközben miniszterelnök úr, miniszter úr is több alkalommal járt Kolontáron, Devecserben és Somlóvásárhelyen is, ahol valóban példaértékűen haladtak kártalanítások. Azon állampolgárok, akik elköltözni kívántak a térségből, a kormány, az állam megvásárolta részükre a lakásokat, azok, akik pénzbeli támogatást kértek, azok úgy szintén megkapták, és 110-en döntöttek úgy, hogy Kolontár, Devecser és Somlóvásárhelyen kívánnak tovább is élni és maradni. Csodával lehet úgy fogalmazni, hisz a Makovesz tervei alapján készülnek a házak, Devecserben 87, Kolontáron 21, Somlóvásárhelyen egy lakás. Itt szeretném kihangsúlyozni, hogy a lakások építései határidőre teljesülnek, hisz Kolontár esetében a héten már költözhetnek be az állampolgárok, Devecser esetében e hónap végén műszaki átadások majd júliusban foglalhatják el saját új otthonaikat. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ebben a térségben nagyon sok külföldi, kormányzati tag, Európai Unió szakértők, nagykövetek jártak, és mindenki csodájára járt annak az esemény sorozatnak, amit a magyar kormány, a magyar szervek a katasztrófa elhárításban és az újjáépítésben tettek, és kinyilvánították abbéli reményüket, hogy a magyar kormányhoz hasonlóan másutt ezek a lépések nem tudtak megtörténni. Szeretném kihangsúlyozni, hogy Kolontár esetében mai nappal 7 család foglalja el az új lakóházat, és szeretném azért is köszönetet mondani a kormánynak, hogy a parlament napirendjére tudta tűzni a térség Devecser térségének hátrányos helyzetű besorolását, ezzel is erősítve, hogy valóban ez a térség életképes, és ezt a jövőben is tudja biztosítani különböző támogatási rendszerekkel. Egy dologra szeretnék még azért rákérdezni, hisz 320 lakóingatlan és ház lett elbontva, a vállalkozók és a mezőgazdaságból élők kártalanítása folyamatban van, ezt tudjuk mindannyian. Államtitkártól úrtól kérdezném, hisz Európai Unió irányába is bizonyos kérdéseknél kártalanítást le kell jelenteni, mire számít a kormány, milyen időpontra vagy milyen határidőre lehet teljesíteni a vállalkozói és a mezőgazdasági károk enyhítésének a kérdését. És még egyszer köszönöm a kormánynak, miniszterelnök úrnak, belügyminiszternek azt a tevékenységet, amit az iszapkárosultak érdekében kifejtettek. Válaszadásra Tálai András államtitkár úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Köszönjük, hogy ilyen értelemben az országgyűlés elé hozta ezt a kérdést, hiszen valóban az ország legnagyobb ipari katasztrófája történt 2010. október 4-én, és igen, nagy és súlyos feladatot rótt természetesen a kormányra, de minden ott élőre, önkormányzatokra, vállalkozásokra, minden katasztrófát mért családra, emberre. Az első és legfontosabb feladat a védekezés volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy a helyiek, a helyi önkormányzatok szervezésében, természetesen a katasztrófavédelem irányításával hősiesen helytálltak. A kormány helytállt a védekezési költségek tekintetében is, hiszen 2010 és 2011 évre a Viszmajor rendeletek alapján mintegy 1 milliárd 951 millió forintot utalt ki a három település önkormányzatának, Devecsernek, Kolontárnak és Somlóvásárhelynek. De természetesen emellett más feladatokat is el kellett végezni,
kiemelkedő feladat volt például a bontásnak a megszervezése, és azt kell, hogy mondjam, hogy itt is helytálltak a helyiek, a helyi önkormányzat, az állam katasztrófavédelem irányításával. 332 ingatlant kellett elbontani, és ennek a bontás, ebből 256 teljesen megtörtént, és az elszállítása is. A hátralévő ingatlanok bontása folyamatosan történik. A 2010. november 4-i kormányhatározat értelmében minden károsultat teljes mértékben kártalanítani szükséges. 562 károsult jelezte igényét pénzben, illetve természetben. Erről a mai nap, ezzel kapcsolatosan a mai napig 385 szerződés került megkötésre. A többiek egyedi elbírálást kértek, ezek elbírálása, illetve a szerződés megkötése folyamatban van. Kiemelkedő feladat volt a lakásoknak az újjáépítése, és azt gondolom, hogy ebben is a kormányzat kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hiszen Kolontáron 21 lakás építése már teljes mértékben befejeződött, Debecserben 87 új lakás épül, mely néhány héten belül teljes mértékben befejeződik és átadásra kerül, illetve Somlóvásárhelyen egy lakást kellett újra építeni. Azt gondoljuk, hogy a kormány határozatnak a végrehajtása szinte tökéletesen sikerült, illetve folyamatban van. A kormány azt az ígéretét, hogy teljes kártalanítást biztosít mind a vállalkozások, mind a magánemberek számára, úgy gondolom teljes mértékben teljesítette, illetve teljesíteni fogja. Példaként mondanám el azt az esetet, hogy az agrármentesítés olyan jól sikerült, hogy előzetesen 104 igénybejelentő ajánlotta föl az államnak megvásárlásra a földterületet, de miután a földterületek újrahasznosíthatóak, már csak közel 30 ember kíván élni ezzel az igényével. És az ön által felvetett kérdésre is a vállalkozók átalanítására vonatkozóan is valóban közel állunk a végleges megoldáshoz, hiszen az Európai Bizottság jóváhagyása szükséges, és reményeink szerint az e héten meg fog történni, és ezt követően történhet meg a szerződés kötés, illetve a kifizetés. Tisztelt képviselő úr, köszönöm szépen még egyszer az elismerő szavait, és örülök, hogy a parlamentben ilyen értelemben is beszélhettünk erről. Köszönöm szépen. Kérdezem, képviselő úr, elfogadja a választ. Köszönöm elnök úr a szót, és köszönöm államtitkár úr által megerősítetteket. Én szeretném még egyszer az ott élő állampolgárok nevében is, térség nevében is megköszönni azt a hihetetlen mértékű segítséget, amelyet a iszap katasztrófa kapcsán az egész társadalom, azt lehet mondani, nemzetközi összefogással sikerült olyan eredményeket elérni, hogy az ott élő állampolgárok számára egy megnyugvást fog tudni biztosítani. És külön köszönöm a parlamentnek és a kormánynak is, hogy a hátrányos helyzetű besorolással valóban lehetőséget ad arra az ott élő állampolgároknak, hogy hosszatávú céljaik, vízióik és az ott élés reménye sokkal jobban el tudja tölteni őket, hisz azok a források, amelyekkel újjá lehet építeni magát a térséget, nagyon fontos lépés ahhoz, hogy teljesen meg tudjanak nyugodni azok az érzelmek, amelyeket maga az iszapkatasztrófa kiváltott az ott élő emberekbe. Még egyszer köszönettel tartozom mindenki számára. Képviselő úr, tehát elfogadta a választ. Most Szilágyi Péter, az LMP képviselője következik, aki interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez, többet és jobbat kevesebből címmel. Képviselő úr, illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, az utóbbi hónapokban számos olyan esetről olvashattunk, ahol az önkormányzatok fizetésképtelenségük és eladósodottságuk miatt nem voltak képesek tovább finanszírozni településükön, sőt, mint az Pest megye példája is mutatta, megyéjükben az iskolai közétkeztetést. Mára általános gyakorlatnak mondható, hogy az önkormányzatok külső cégeknek szervezik ki a közétkeztetést, az élelmiszerek beszerzésétől és feldolgozásától kezdve az ételházhoz szállításáig, akár többszörös áron is ahhoz képest, amennyibe az élelmiszerek helyi előállítása és feldolgozása kerülne.
Jelenleg is van arra példa Magyarországon, hogy hogyan lehet a közétkeztetést úgy megoldani, hogy a helyi gazdasági életet felpesdítse, és eközben a gyermekek számára egészséges, helyben előállított élelmiszer biztosítson. Jó példa erre Rozsály település gyakorlata, ahol 87 hektár önkormányzati tulajdoni földön képesek a falu élelmezését biztosítani, úgy, hogy közben civilek és önkormányzatok egymásban nem riválist, hanem partnert látnak a település felvirágoztatásában. Hasonló követendő példa Ináns település gyakorlata, ahol az önkormányzati földeket közmunka keretében művelik, és az ott megtermelt élelmiszer a helyi óvoda és iskola konyhájára kerül. Így a közétkeztetéshez szükséges élelmiszerek beszerzésén Ináncs önkormányzata mintegy 4 millió forintot spórol évente. Az ilyen helyi programok az LMP által fontosnak tartott zöld és fenntartható megoldásokat alkalmaznak, mint amilyen az élelmiszer önrendelkezés megerősítése a helyi termeléssel, az áruszállítási útvonalak rövidítése és a helyi termékek helyi forgalmazása. Ezek a helyi kezdeményezési programok ugyanakkor elszigetelt példák. Az efféle jó gyakorlatok elterjedését a kormány is ösztönözhetné a fenntartható termelés és fogyasztás előmozdítására kidolgozandó nemzeti programmal. Példaként szolgálhat az a 2005-ös finn nemzeti program, amely a többet és jobbat kevesebből címet viseli, és fő célkitűzése az anyag- és energiafelhasználás hatékonyságának növelése, a termékek életciklusának minden szakaszában, valamint a környezetbarát technológiák kifejlesztésének és előterjesztésének elősegítése. A konkrét intézkedési javaslatok egyike, hogy helyben termelt alapanyagokból készült élelmiszerek jussanak az iskolák és a közintézmények menzáira. Ez a modell követendő példa lehetne Magyarország számára is. A helyi élelmiszer önrendelkezés, a fenntartható fogyasztás és termelés kormányzati szintű ösztönzése segíthetné a helyi gazdaság fellendítését, az értelmes közmunka elősegítését és a helyi iskolások egészségesebb étkeztetését. Kérdezem tehát államtitkár urat, milyen ösztönzést és támogatást kíván adni a kormány az önkormányzatoknak, hogy hasonló programok szélesebb körben elterjedjenek Magyarországon? Várom megtisztelő válaszát. Válaszadásra megadom a szót Állai András államtitkár úrnak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés képviselő úr. Ezt is köszönöm szépen, az interpellációja úgy gondolom felhívta arra a figyelmet, hogy a régi típusú közmunkaprogramokat el kell felejteni, amelyben az állam 95%-os támogatást ad azért, hogy az önkormányzatok mindenkit foglalkoztassanak, és valójában emellett semmilyen értéket ne hozzanak létre. Tehát nyilvánvalóan túl kell azon lépnünk, hogy olyan közfoglalkoztatást szervezzünk meg, ahol egyetlen cél, mondjuk a szemétnek az összeszedése, vagy a település központjában a fűnek a lenyírása. Azt gondoljuk, hogy olyan közfoglalkoztatási programot kell megszerveznünk, amely az ön által mondott településeken is már működik, valóban kiemelkedő összefogás és gondolkodás jellemző Rozsályon és Ináncson, a tekintetben, hogy ott az önkormányzat polgármester vezetésével azon emberek számára, akiknek a piacon nem jut munka, hogyan tud olyan értékelhető munkát megszervezni, amelyet a falu lakossága is élvezhet, és ugyanakkor pedig mind a közpénz felhasználása tekintetében, mind pedig az elért érték tekintetében hatékonyan és eredményesen működik. Mi teljesen azonosan gondolkodunk, hiszen például az ezévi közétkeztetési program a Szociális Államtitkárság által már abban a szellemben került meghirdetésre a pályázat, amelyet éppen ön is említ. De a parlament előtt lévő új közfoglalkoztatási törvényjavaslat is megfogalmazza ezt a lehetőséget, mi több az önkormányzatoktól el is várja, hogy olyan rendszereket, helyben termelő, önellátó modelleket hozzanak létre, amelyben valóban a kis település, vagy akár a nagyobb település saját maga termeli meg az élelmezési alapanyagot, és azt a saját konyhájában saját maga a lakosa az ellátott számára fogja majd megfőzni. Természetesen ehhez szükséges az ösztönzés, szükséges az, hogy megfelelő földek álljanak rendelkezésre, éppen ezért a Nemzeti Földalapról szóló hatályos törvényt a Szociális Földprogram hasznosítása tárgyában lényegesen
konkrétabbá kell tenni, elérhetővé kell tenni valóban az önkormányzatok számára. Mi úgy gondoljuk, hogy akkor teszünk jót, hogyha egyrészt közpénz ösztönzésével, másrészt pedig a helyi adottságok figyelembevételével a helyi közösség számára teremt értéket az a kis közösség az önkormányzat irányításával, amelyet az új közfoglalkoztatási törvényjavaslattal és programunkkal lehetővé teszünk. De ezt a programot el tudjuk képzelni úgy is, hogy nem csak egy-egy településen, egy-egy önkormányzat szervezésében működik, akár települések összefogásával, tehát térségek mai szóhasználattal kistérségekben is meg tudják szervezni, és az egész kistérség javára tudják fordítani. Az erőforrások és a közpénz koncentrálásával, összevonásával úgy gondoljuk nagyon komoly eredmények érhetők el ezen a területen. Ahhoz azonban, hogy ez valóban gyakorlattá váljon, először el kell fogadni a parlament asztalában lévő közfoglalkoztatási törvényjavaslatot, és tisztelettel kérem képviselő társamat, aki az interpellációt felvetette, és a frakció társait, hogy támogassák ezt a törvényjavaslatot, és az ön által elmondott célok ezáltal meg fognak tudni valósulni. Köszönöm szépen. Kérdezem képviselő urat, elfogadja a választ. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. Tisztelt államtitkár úr, abban valóban megegyezhetünk, hogy a célokban egyet is tudunk érteni. Azt azonban látnunk kell, hogy az önkormányzatok katasztrofális helyzetben vannak, nekik konkrét anyagi forrás megjelölések kellenek, hogy miből tudják megvalósítani ezt a programot. Az önkormányzatok nem képesek erre saját erőből, ennél sokkal konkrétabb ígéretekre van szükségük, és nem csak ígéretekre, hanem valós pénzösszegekre is. A másik nagyon komoly probléma, hogy jelenleg számos településen hosszú távú, akár 10 évre szóló szerződéseket kötöttek ezekkel a külső cégekkel. Nagyon nehezen látom, hogy hogyan tudjuk ezeken a településeken lévő helyzetet megoldani. Én úgy vélem, hogy államtitkár úrnak mindenképpen egy ösztönzőleg hatna, hogy én ezt a választ most nem fogadom el, és arról támogatni, arra biztosítani tudom államtitkár urat, hogy a jövőben minden olyan kezdeményezést fogunk támogatni, ami az általunk közösen való cél megvalósítására törekszik. Köszönöm szépen. Képviselő úr, tehát nem fogadta el a választ. Kérdezem, hogy az országgyűlés elfogadja. Megállapítom, hogy a ház 195 igen szavazattal, 90 nem ellenében tartózkodás nélkül a választ elfogadta. Most Simon Gábor, az MSZP képviselője következik, aki interpellációt nyújtott be a nemzetgazdasági miniszterhez. Megoldják, hogy a következő ciklusra tolják a devizahitelesek problémáját címmel. Képviselő urat illeti a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, általam nagyra becsült államtitkár úr. Orbán Viktor miniszterelnök úr a világgazdasági fórum bécsi regionális tanácskozásán azt mondta, hogy kétharmados gazdasági témájú törvényekkel megköti a következő 10 kormány kezét. Igazán dicséretre méltó, hogy a kormány akár 40 évre is előre lát, de sajnos úgy tűnik, hogy ez nem minden területére igaz a kormányzati munkának. A devize a hitelesek ügyében az Orbán kormány csak nem egy évig tétlenkedett, majd talált egy félmegoldást, amely a problémát nem megoldja, csupán áttolja a következő ciklusra. Ez pedig több, mint hiba, tisztelt államtitkár úr. Ez cinizmus. Ez nagyon sok embernek nagyon sokba fog kerülni ez az önök döntése. A Magyar Nemzeti Bank számítása szerint ugyanis egy átlagadós, a mostani, tehát a csökkentési megelőző törlesztő részlethez képest durván 7%-kal, a 2011 és 14 közti csökkentett törlesztő részlethez képest pedig 30%-kal kell, hogy többet fizessen majd 2015-től. A számokat nem kérdőjelezzük meg, remélem ön sem teszi, államtitkár úr. Az a fontos ugyanis, hogy ezek a lépések, vagy ez a döntés, ez az állampolgár számára egy nagyon durva emelkedést fog jelenteni. Egy durva emelkedést, amely majdnem, hogy mindegy most, hogy 20-30 vagy 40%, a lényeg az egészben, hogy ez az emelkedés akkor majd egy nagy terhet fog számukra jelenteni. Ez pedig, államtitkár úr, ezt a helyzetet csak tovább rontotta az elmúlt időszakban, hogy a kormány, illetve a kormánypárti tagoknak időnkénti nyilatkozatai, illetve a gazdaságpolitikának a szárnyalása eredményezte 2010-ben azt, hogy a devizahitelesek
974 milliárd forintos árfolyamveszteséget szenvedtek el. Ez az adósság állomány 18,8%-a. Ennyivel kell ma többet fizetni egy devizahitelesnek, hogy értsük a dolgot. Éppen ezért, tisztelt államtitkár úr, szeretném, hogyha azt az érzetet elkerülnénk, hogy önök ezzel a mostani javaslattal, ami a parlament előtt van, ezzel megoldották a problémát. Szeretném mondani, hogy nem oldották meg a problémát. Felelős politikusként önök is, mi is úgy gondolhatjuk, hogy nagyon nehéz időszak előtt állnak a devizahitelesek. Hogyha a kormány a gazdaságpolitikában képes 40 évre előre látni, akkor szeretném tisztelettel megkérdezni, hogy és 3-4 évre előre is tudnak számolni? Hogyha terveznek bármilyen hosszú távú hatékony védelmet a devizahiteleseknek, akkor tisztelt államtitkár úr, ezt a problémát miért tolják át a következő ciklusra? Vagy véget ért ezzel a mostani bejelentett intézkedéssel a devizahitelesek megsegítése? Vagy maga ez a mostani bejelentés, ez maga a devizahiteleseket megsegítő csomag egésze? Tisztelt államtitkár úr, szeretném öntől megkérdezni végül, hogy miért tolják át a következő időszakra a devizahitelesek problémáját, és hogy ez a benyújtott csomag, ez a mentőcsomag része, vagy ez maga a mentőcsomag? Várom a válaszát, köszönöm szépen. Csépavai Zoltán államtitkár úr fog válaszolni, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Mivel ön is és képviselőtársa is már többször hangoztatták, hogy a devizahitelesek milyen nagy árfolyam veszteséget szenvedtek az elmúlt évben, és a veszteséget minden egyes esetben a gazdaság politikával vagy egy-egy magyar politikus megnyilatkozásával hozták összefüggésbe, ezért szeretnék gyorsan két tényezőre felhívni a figyelmet. Egyrészt úgy gondolom, hogy a nemzetközi pénzpiacok működéséből fakad, hogy a magyar politikusok és különösen kormányzati szerepet be nem töltő politikusok nyilatkozatainak messze nincs olyan nagy hatása és közvetlen hatása az árfolyamokra, mint ahogy azt önök feltételezik. Másfelől a deviza árfolyamok változásából a deviza hitelesek árfolyam veszteségére hivatkozni úgy gondolom meglehetősen egyoldalú, mert a kedvező árfolyamok esetén hallgatnak az abból származó nyereségre, és hallgatnak arról is, hogy a deviza hitelesek a deviza árfolyam változása ellenére is milyen nyereséget könyvelhetnek el a forint alapú hitelesekkel szemben. Tisztelt képviselő, ezzel szemben a tények azt mutatják, hogy tavaly a forint-svájci frank árfolyam leértékelődése jó részt a magyar gazdaságpolitika hatáskörén kívül eső euró-svájci frank árfolyam mozgása miatt következett be. Erre pedig a magyar gazdaságpolitikának nincs érdemi ráhatása, ezt nemzetközi és az európai környezet határozza meg, például az Európai Központi Bank döntései, vagy éppenséggel az eurózóna perifériájának adósságvásárlása. Ugyanakkor azokon a területeken, ahol a magyar gazdaságpolitika befolyással rendelkezik, például a forint-euró árfolyamánál, az utóbbi hónapok kedvező változásokat mutatnak, jelentősen erősödött a forint, az ország megítélése is javult, köszönhetően a kormány által meghozott stabilizáló intézkedéseknek. És várhatóan az eurózóna gazdasági helyzete is megerősödik, legalábbis középtávon, amin egyébként az Európai Uniós soros elnökségként a magyar kormány is dolgozik. Tehát reális az a feltételezés, hogy a svájci frank extrém mértékű erősödése középtávon nem tartható. Tisztelt képviselő, az árfolyam rögzítés arra az időszakra jelent védelmet azok számára, akik élnek ezzel a lehetőséggel, amíg egyrészt az eurózóna válsága megoldódik, és ez középtávon megoldódik, másrészt pedig Magyarország az elindított átalakításokkal növekedési pályára lép, ami nyilvánvalóan következményével hozza a lakosság fizetőképességének a növekedését is. Az árfolyam rögzítés esetén tehát erre az időszakra az árfolyam ingadozás megszűnik. Amint láthatja tisztelt képviselő, a kormány nem tolja át a következő ciklusra a probléma megoldását, ellenkezőleg védelmet biztosít arra az időszakra, amikor az eurózóna válsága miatt az árfolyam ingadozás a törlesztő adósokat nehéz helyzetbe sodorhatja, miközben az árfolyam rögzítésen kívül a nemzeti eszközkezelő a legrászorultabb adósok számára is biztonságos és hosszú távú megoldást nyújthat. Tisztelt képviselő úr, ami pedig a következő 10 kormány kezének megkötését és a 40 esztendőre szóló erőrelátás képességét illeti, természetesen nem látunk 40 évre előre. Ám a múltba, az elmúlt 8 esztendőbe vissza tudunk tekinteni. És az elmúlt 8 esztendő tanulsága úgy gondolom egyértelmű. Meg kell kötni a kormányok kezét, legyenek azok bármilyen színűek is, hogy soha többé
ne adósíthassák el ezt az országot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem válaszom elfogadását. Kérdezem képviselő urat, elfogadja a választ. Köszönöm a szót, elnök úr. Annyira izgultam államtitkár úr, hogy bejön-e a 8 év a végén, de hát bejött. De hát sajnos előtte viszont nem jött be néhány más mondat. Az például, ami a